Az utcafrontról is jól látszik, hogy teljesen kiégett az épület tetőszerkezete. Kedd reggel egy emeletes családi ház tetőterében keletkezett tűz miatt riasztották a tűzoltókat Szekszárdon a Munkácsi utcában. Egy 5 négyzetméteres szoba teljesen kiégett, a lángok a tetőszerkezetet sem kímélték. A szekszárdi, bonyhádi és paksi hivatásos tűzoltók próbálták megfékezni a lángokat. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, hogy az idei évben jelentősen megszaporodtak a lakástüzek, idén már 77 esetben vonultak ki a lánglovagok oltani. Itt, ami nagyon klasszikus, és most több esetben is vonulnia kellett a tűzoltóknak, csak az elmúlt hetet, hogyha nézem, berendezési tárgyak is égtek, itt akár Pakson egy televízió gyulladt ki itt az elmúlt hétben, valamint egy tűzhelyen felejtett ételolaj az, ami egy pár elszívót gyújtott ki, de ugyanakkor Szekszárdon is volt egy ilyen tűzesetünk, amikor az tűzhelyen felejtett étel az, ami füstelterítette a lakást. Nagyon fontos tudni, hogy a lakástüzek minden esetben megelőzhetőek lennének kellő körültekintéssel, mégis évről évre egyre nő a tragédiák száma. Márciusban is történt két halálos kimenetelű lakástűz, az egyik a Szekszárdon a Remete utcában, ott egy idős úriember lett a tűz áldozata, a felső ruházata gyulladt meg, valamint ugyancsak pár nappal később, szintén márciusban, Őcsimpalat Tince településen egy hölgy is, egy idős hölgy is az áldozatáról esett ennek a tűznek, itt szintén a felső ruházat gyulladt meg. A tűzhelyen felejtett étel és a lakásban való dohányzás klasszikus probléma. Az esetek többségében ezek okozzák a lakástüzeket. Az idei évben hozzávetőlegesen 1250 négyzetméter vált a lángok martalékává, ami nagyságrendileg 22 panellakás területének felel meg.